2009-re nyúlik vissza a HSC Návai Lajos Technikum és Kollégium sportrendezvénye, amelyre a térségből, illetve még a határon túlról is érkeznek résztvevők. Mint megtudtuk, rendszeres visszajáró tagjai az eseménynek a Hódmezővásárhelyi Cseresnyés Kollégium és a Csíkszeredai Fiatalok. Kozák György kollégiumi vezető a megmérettetés céljára tért kistábunknak. Egyrészt, hogy sportbarátságok alakuljanak ki, megismerjük egymás intézményeit, egymás iskoláit, életét és a itt folyó munkát. A másik oldala pedig, ugye mivel sporttalálkozó, természetesen az, hogy lehetőséget biztosítsunk a tanulóinknak arra, hogy különböző sportágakban a tehetségüket bizonyítsák és megmérettessenek más intézményekkel. A legnépszerűbb sportág Magyarországon ma ugye a labdarúgás, és mi is ezt a sportot választottuk, így a fiúknál és a lányoknál is labdarúgásban történik a csapatjáték megmérettetés, és az asztali teniszben szintén fiú-lány szinten nézzük meg, hogy ki a legügyesebb a itt jelenlévő diákok közül. A csíkszeredai fiatal András Attila első alkalommal vett részt ezen a találkozón. A diák elárulta, hogy még nem járt a hagymavárosban, és nagyon kedves volt a fogadtatás. Mint kiderült, a sport nagyon közel áll hozzá, és örömmel jött a városunkba. 2 éves korom óta versenyszerűen focizok. Sajnos a járványügyi korlátozások miatt 2020-ban ez kicsit visszafogott, megszűnt. Most azon vagyok, hogy visszahozzam a régi formámat. Ezt a sportot azért szeretem, mert ennek a sportnak köszönhetem, hogy megváltoztam, mind testileg, mind lelkileg is. Fontos, hogy saját magamnak megfeleljek és tartozzak egy közösségbe. Bár a találkozó egynapos, de a határon túli vendégek 3 napra érkeztek, hogy jobban megismerjék a várost. Madar István tavaly is részese volt a csapatversenynek, így idén is lelkesen jött. A Hódmezővásárhelyi diák elárulta, hogy melyik sport áll hozzá közel, és mennyi mérkőzést játszanak, illetve milyen pozíción erősíti a csapatot. Ma focizni fogunk, 2 meccset játszunk, én kapusposzton, már kb. 6 éve játszok, és nagyon élvezzük ezt az egészet. Heti egyezésünk van, szerintem nagyon összetartó a csapat, és tavaly is megnyertük, szóval jó lesz, ma is megnyerjük. Nem csak a fiúk, hanem a lányok is bizonyíthatták rátermettségüket. A legjobb csapatok és az egyéni győztesek serlegekkel térhettek haza.